Idén 33 szervezet csatlakozott az eseményhez, és 558 nagykövet tekert vagy szaladt a nemes célért. Az idei év újdonsága volt, hogy biciklivel is be lehetett nevezni. Több mint 160 nagykövet biciklivel tekert a mai nap folyamán. Én idén veszek részt először futóként a Fusnekiben, eddig csak hátulról segítkeztem az iskolánk alapítványának, a Tehetség és Szorgalom Alapítványnak. Nagyon jó látni, ahogy közösen teszünk egy célért, amit remélhetőleg el is érünk. Múzeumunk a közössége és családtagjaik úgy gondolták, hogy ezen gyönyörű szép székelykapusor bővítése érdekében igyekeznek egy közös ügyért úgy gyűjteni adományokat, hogy gazdagítsuk a 17. székelykapuval ezt a kapusört. Én a Hébe alapítványért szaladtam, azért, hogy egy olvasó generációt neveljünk, olyan világot élhessenek meg, amiben nincsenek lehetetlenek. Lehetnek királykisasszonyok, szuperhősök, ezt adja az olvasás. Fantasztikus élmény volt. Összegyűlt. Egy kicsit többen is, hál' Istennek, azon a helyszínen, ahol a közösségi alapítvány futócsapata együtt lehetett. Ez újra visszahozta azt az adrenalint, amivel szokva vagyunk, amit szeretünk, amitől ünnepélyes lesz, de amitől izgulunk, összeszorul egy kicsit a gyomor, de aztán kienged, összepacsizunk, egymásra mosolygunk, bátorítjuk egymást, szurkolunk azoknak, akik különleges teljesítményre vállalkoztak. Megvolt ez ma mind. Különleges öröm a napsütés, és az, hogy a cél összegünket megdupláztuk, ez nekünk, az SK csapatának meg külön élmény. De nagyon örülünk annak is, hogy nem vagyunk egyediek ebben a történetben. Sokan ebben az idei 10. Fusnekiben megduplázták a célösszegüket, meghaladták a célösszegüket. Az idei év különleges volt számunkra is, hiszen idén 10 éves volt a Fusneki. Ennek jegyében szerettük volna, hogyha mindenki egy kicsit úgy érezte volna, hogy az idei alkalom ünnepi, ezért az idei startcsomagok is különlegesebbek és gazdagabbak voltak, mint az eddigi években. Rengeteg kisgyerek csatlakozott a programhoz. Mi azt szerettük volna, hogyha érezték volna, hogy ők igazán különlegesek számunkra, ezért az idén őket még egy kis szuperhős medállal is díjaztuk. Nagyon-nagyon sok volt, és nagy lett az a háló, amit ez a rendezvény idén meg tudott mozdítani. Több mint 4000 ember, akik felajánlásokkal éltek. Hálásak vagyunk nekik. Köszönjük. Nélkülük ez a siker nem jött volna. Jövőre találkozunk ugyanúgy.